Hatalmas pocsolyák ebben a nagykálló melletti gyümölcsösben. Júniusban itt 80 és 100 mm közötti eső hullott, ami 20 nappal számolva átlag napi 5 mm-t jelent. A rengeteg eső csak az egyike a növényeket ért károk időjárási okainak sorában. A gondok már a kevés téli csapadékkal elkezdődtek, ami a későbbi légköri asszállyal párosulva azt eredményezte, hogy virágzáskor nem volt megfelelő nektárképződés. Március végétől május közepéig aztán példátlan mennyiségű 15-20 fagyos éjszaka következett, ez okozta a legnagyobb bajt az ültetvényeken. Fajtól és fajtától függően azonban eltérőek a károk. Én meggyel, szívával és almával foglalkozom. Az almába fajtától függően idaret fajta, amiből nekem a legtöbb van sajnos 95-98%-os kára számolok, és annyi is van körülbelül. Ugyanez jellemző a jonagolt fajtakörre, illetve az elsztára. Amit megmaradt nekem, és amiből valószínűleg fogok tudni betakarítani, az a golden és a gála fajta. Ezek lehet mondani, hogy normális termés megmaradt rajta. Ha országos viszonylatban nézzük és a többi gyümölcsöt is hozzávesszük, a május közepi termésbecslés alapján kajszi barackból és cseresznyéből negyed, őszi barackból harmad termés, míg az almánál, mednél és szilvánál egy átlagos termés fele várható idén. Repedezés a megy szemeken, ezt már a sok eső miatti túl nagy nedvesség tartalom okozza. Ennél és a cseresznyére már tart a szüret, a minőségi károk pedig rohamosan növekednek, ugyanakkor nálunk még mindig jobb a helyzet, mint az ország más területein. Némelyik almafán csak egy-két gyümölcsöt látni, annál több kártevőt és betegséget. Az elhalt hajtások mellett levéltetveket, moníliát és liszthalmatot is mutatott a termelő. Mivel nincs rajta alma, ezért nagyon-nagyon nehéz azokat a drága szereket megfizetni. Kérdés, érdemes-e védekezni egyáltalán? Sokan döntenek úgy, hogy idén már nem is permeteznek. Több gyümölcsnél pedig még több hónap hátra van a vegetációs időszakból, ami alatt sok időjárási káresemény, például asszályviharok vagy jégeső érheti az ültetvényeket, ami minőségi és mennyiségi veszteségeket is hozhat. Mindez az árakban is jócskán megmutatkozhat, sok gyümölcsnél már most látni a drágulást. Elmúlt 5-10 évben megszokott árintervallumnak a tetején fognak mozogni a gyümölcsárak. Ez törvényszerű, hiszen a kínálat nagyon szerény. Nem csak magyarországi szinten, hanem egész Európában voltak jelentősebb fagykárok. Itt törvényszerű, hogy az árak emelkedni fognak. Ha muszáj valamit mondani, akkor azt mondanám, hogy az átlagárokhoz viszonyítva egy 30-40%-os emelkedés is bekövetkezhet, ami azt jelenti, hogy a megszokott árintervallum tetején mozognak. Ez a árnövekedés mind a fogyasztói, mind a termelői árakon keresztül megy. Az más kérdés, hogy az a termelő, akinek van egy fél termése, az mondjuk dupla árakkal lesz ugyanott, mint egy átlagos évjáratban. De akinek nincs termése, minden elveszett, az a legmagasabb árakkal sem megy semmire. Az a termelő sajnos hatalmas veszteségeket fog elkönyvelni, és azt hiszem ebben az évben sajnos ilyen termelőből lesz több. Az árak alakulása persze nagy mértékben függ a kereskedőktől vagy feldolgozóktól, olcsó gyümölcsökre minden esetre nem igen számíthatunk idén. A Fruit Feb alelnöke szerint az ugyanakkor már most kimondható, hogy az idei az eddigi egyik legrosszabb évjárat a gyümölcsöknél.